Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? You got to believe. Why not believe in me? You got to believe in something. Farkas bosszú. A budapesti farkasok Váci Gergővel készültek a Belgrád elleni nagy visszavágóra. A Magellán műsorvezetője már a bemelegítésnél ízelítőt kapott az amerikai foci szépségéből. Nagyon kemény. Majd megint Bíró Szabolcs indul meg, lepattarol 3-4 ember, touchdown Budapest volt! Hatalmas ütközések és esések az egyik legfiatalabb magyar-amerikai futballcsapat szemmel láthatóan megerőltető edzésén. A méretes páncélok alatt azonban nem olyan sportolók bújnak meg, amilyeneket várnánk. Erősek, elszántak és védőöltözet nélkül még csinosak is. Függetlenség napját ünnepelték a magyar farkasok. A Budapest Wolves edzéssel egybekötött partit szervezett, ahol együtt örültek az eddigi sikereiknek. A mentalista Danny Blue is bulizott az amerikai focit kedvelőkkel, és bizony nem volt rest belekóstolni a férfias sportba. És hát itt vannak velünk az amerikai foci magyar sztárjai. Mi úgy elmondhatjuk, hogy az amerikai focinak vannak most már magyar sztárjai. Így mert hódít a sportág Magyarországon is. Bencsics Márk amerikai futballjátékos, a legjobb utánpótlás korú játékos a közép-európai futballiga szerint. Te vagy most teljes menetfelszerelésben? Igen. Most minden, ami rajta van, ennél többet nem vesz fel egy játékos, ugye? Hát a cipőt leszámítva nagyjából egy átlagos játékos így öltözik fel, igen. Ha pontot szerez, ha touchdown szerezi a Cowboys, akkor megnyerhetik a meccset, ha nem, akkor vége. Mihalecki kifut, egyelőre csak küldözni tudják, nem tudja elpasszolni a labdát, és gyakorlatilag vége. Nyer a Budapest Wolves! Why not believe in me? You got to believe. Something. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me?